Most már mondhatni, hagyományosan a második tornaversenyt rendezték meg ebben az évben Dunapatajon. A tavaszi Kovács László emlékverseny után most ősszel, egészen pontosan szeptember 21-én megyei bajnokságot tartottak a településen. Gyakorlatilag ez a második verseny, amit rendezünk egy évben, tavasszal a Kovács Lászlót, tavasszal nyár elején, ilyenkor ősszel az országos döntő előtt egy-két héttel, most két héttel sikerült megrendezni, most már a második alkalommal a megyei bajnokságot. Serdülő, kadett, ifi és felnőtt korcsoportban, tehát 11 éves kortól 111 éves korig. A Dunapatajról, Kalocsáról és Kiskohalasról érkező versenyzők 4 korcsoportban mutathatták meg tudásukat, korosztálytól függően 4-5 vagy 6 szeren. Délelőtt folyamán a serdülő és a kadett, tehát az általános iskolai korcsoport versenyzett 11-12 és 13-14 évesek, a serdülő 4 szeren, a kadett 5 szeren versenyzett, egy korlát van benne pluszban. A másodosztályú versenyek így néznek ki. Az eredményekről serdülőben Kiskunhalas első csapata lett, az A csapata lett az első, második Dunapataj, harmadik a B csapat a Kiskunhalasnak, a Fazekas DSC-nek, és negyedik lett Kalocsa. A kadett korosztályban sok hiányzóval küzdöttek az egyesületek, így leginkább az egyéni eredményeken volt a hangsúly, itt is a kiskunhalasiak szerezték meg az első helyet. A felnőttek közül a dunapatai Kis Péter állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, a másodikra Sebestyén Márk, a harmadikra Icsei Lajos, ők mindketten a kalocsai ese versenyzőjeként. Ezt a szeptembert a megyei bajnoksággal töltöttük, két hét múlva a másodosztályi országos döntő van. Október 19-én, 20-án az első osztályban a gyerek korcsoportok, a kezdő és a haladó 10-11 éves korig lépnek majd az országos döntőnek harmadik fordulójában, hogy kettő volt tavasszal, egy ősszel. Szeretnénk minél jobb eredményeket elérni, szeretnénk a megye legjobbjaként zárni idén is. Kis Pétertől megtudtuk, hogy hazai versenyből nem terveznek többet, mivel nagyon sűrű így is a versenynaptár, de ezt a kettőt a jövőben is szeretnék fenntartani.